Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Szombat van, és egy kis programváltás a szokásoshoz képest, ugyanis az a helyzet állt elő, hogy a csapatunk egy picikét megnőtt, és sajnos ezen héten én már nem fértem bele a Snowrunner-es szállítógárdába, úgyhogy pótjuk a tegnapi már a Starfield-est streamet. Én még gyorsan most itt a stream elején befrissítettem a magyarítást, mert hogy új verzió jött ki. Reméljük a srácok javítottak jó pár dolgot, hát emlékeztek azért volt mit, de hozzáteszem, hogy én már a disclaimerben is találtam egy typót. Mindegy, legyen ott máshol, ne legyen. Egészségetekre! Foglalkozz össze, hol vagyunk. Egyrészt, látjátok, megvan az a páncél, amit azok a lovók hordnak, akik azt mondják, ni. Igen, megcsináltam a Mantis küldetést, tök jó volt. Nagyon élveztem, baromi hosszú volt, és olyan szinten megpakoltam magam bele, hogy Atya Úr Isten. Viszont úgy vagyok vele, hogy most tök jó lenne, hogyha egy picikét tovább tudnánk haladni magával a fő missionnel. Tökre érdekel a történet. Egy kicsi sidequest-en is azért kellett, de most már visszatérhetünk a sima mission világába. És ez szuper. Na, gyorsan beteszek egy kontrollt, mert hogy hátha... Mert elvileg egy game hang is van, és minden is. Ha esetleg valami hang lenne, de balna hanggal légy szóljatok, és ránézünk, hogy mi a stájsz. Nagyon jó. Jó, rendben, menjünk. Szóval Unity, beszélünk Aquilus őrzővel, aki itt van, ahol most vagyunk a Maston. Na nézzük. Kilépnék tisztelettel. Merre, hova? És beszélgessünk. És igen, mint látjátok, egy picit még upgrade-elnem kéne a boostback-es képzettségemet. Feltűnés nélkül boostolgatunk. És ha jól emlékszem, az a jó, hogy boostolás közben, repülés közben boost nélkül tudom változtatni az irányomat. Szuper! Mateo, te vagy az? Nem bírom én ezeket. Beszélhetünk? How are your parents? Your mother still struggling with that Azalea garden? No, she figured that out. Azalea had to adjust the pH. Nem értek a virágokhoz? But keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? What? Lesznek ott dolgok. Mateo arc egyébként annyira ilyen filteres, nem? Tehát egy ragya sincs rajta, egy semmi sem. Mi ez az egység? Titkos. Vaj van ott az elvtárs füle mögött, igencsak. Figyelj, Andrés, tudok egy jó bárt itt. Szerintem ülj be oda egy pár kortyra. Szektársok. Szektársok ezek mind. Szektársok. Akkor is szektársok mind. Na. Nézzük gyorsan egy control centert. Legalább a belső építészük elég okés. Hova tovább? Nekem már minden telefonom kifagy. Hát ez van. Ilyen ez a show business. Na. Hát.
I don't like the smell of this. Na ja, hát akkor lecsücsenünk. Mondjuk hozzáteszem, hogy én egy ilyen sisakos csávóval egy fél szót nem váltanék, de ez megint csak én vagyok. Én a frizurát szeretném látni, hallod? Az alatt a satyó alatt. Gravitational distortion, sub-audio harmonic sequencing, unidentifiable energy fluctuations. Ennyi volt. I caught half of that. So, these things are unusual? Even in your experience? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. Tegyük tisztába, Matteo hozott ide. Jó, magamtól nem jöttem volna. Nem, segítség kell. És néha ilyenkor hogy az ember teszi a hülyét. A való életben is. Úgyhogy... If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story. Mint egy emelemes, hallott tisztára. Of someone who walked the settled systems and saw. És minden szegletét látta. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Ne legyünk taplók. Legalább ne legyünk taplók. The pilgrim met the founders of the House of Enlightenment. S a Varunnal. The enigmatic cult of the Varun. And he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? Infinitum addendum. Jó, hagyjuk, hogy hadd domáljon. Something must be there. Csak nem tudom, hogy hol. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and Varun have versions of this story. Tehát magyarul. Hűha. Nem bírom a mosolyodat, haver. Nem bírom a mosolyodat. Bocsánat. Work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens. Jó, az világos, oké. Ez a felvilág, sőtök ez a Varun, ugye? Azért. But there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you as well. Hát akkor lehet, hogy hozzá nem elítanival kéne menni, mint a Varunoktól loptam. Egy pozitív dolog ezzel az öreggel kapcsolatban, nekem tökre tetszik a szinkró hangja. Tényleg az a, az a megnyugtató, az az igazi szektás, az a... akinek mindent el akarná hinni, ha komplet idióta lennél. Na jó, hát akkor nézzük meg, hogy... Csak azt nem értem, hogy ő ugye a megvilágosodásos izéről beszél, és ő is ennek a tagja. Akkor most miért küld el minket valaki máshoz a szektán belül? Egy házon belül, bocsánatot kívánok. Na nézzük, mi van merre és még hogyan. Nem, nem oda akarok menni először, hanem... Vagy de? Vagy de? Ja, oké. Jó, rendben, átmenjünk akkor oda. Sutty!
És kiélvezik a Stellar Water mod előnyeit. Nem látom belőle túl sokat sajnos, de hát nem baj. Isten hozta az új Atlantis kikötőben. Let's go! Mindenki itt van. Tök jó. Dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam. Egyébként egy jó pofaság, hogy itt ugye a magyarításnak köszönhetően újfajta fontkészletet látunk a játékba. Nekem ez tök szimpi. Tök jól néz ki szerintem ez új font. Az előző is jó volt, de ez vagy egy olyan picikét kompaktabb és olyan kicsit futurisztikusabb. Nekem tökre bejön. Jó, nem megyünk vissza, hanem megnézzük, hogy itt... That's it. Ez a megvilágosodás egyháza rendben. Itt. Nekem ez ipari alaksornak tűnik. Indiai kolléga. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, we're not. Sorry. Can I help you? Ezt értem, hogy szakadtan nézek ide ennyire. Zarándokok, hallod? Ja, igen, igen, igen. Egység, de mi valamit keresem, nem. Jó, oké. Okay. De egy ő elvileg haver, úgyhogy... úgyhogy okés. Since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. Levelek, jó. Ne legyünk parasztok. De jön szépen, kérdezzük meg. He's always going on about trying to bring people of all beliefs together. Really wants there to be some shared story or origin. Egy eredet történet, az jó. Belief is the problem, okay? We don't need a shared narrative or theology. We need to help each other in practical terms. Végre egy korrekt arc. Walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Értem. Mondjuk erre kíváncsi vagyok, igen. There's no God pushing us to do good for some eternal reward. We have to help each other because we choose to. If no one takes responsibility for making the settled systems better, then we're just leaving it to the tyrants to bully the rest of us. Jó. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got in pretty quick. Thank you. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Jó. Mi lehet ez a Unity? Sounds like a gathering point, or a center. Or in mathematics it would mean one, like the one, the first or the beginning. Always happy to help. Hát akkor gondolkodunk. Jó, akkor menjünk a Varunhoz. So should it be? So should it be? Nézzük a Varunt. Egy új szlogen, tök jó. Űrkikötő. That's gonna be fun. Megyünk megint tovább máshova. Fogadjuk. És elmegyünk a börtönbe. A UC Securityhez menjünk szerintem.
Jaj, tényleg nézzük meg, itt van még a fekvőrendőr, az annyira vicces volt tegnap előtt. Na, vajon itt a fekvőrendőr? És ott van. Hogy ezt a szerencsétlen ennyi időt nem sikerült senkinek se elvinni. És még jobban belecsomózódott saját magába. Szerintem ez a csávó szolgálatba jógázik. Na mindegy. Hát azért ez egészen máshogy néz ki, mint amikor itt a minap kísérletezgettünk a különböző... És mi van? Szóval különböző kis felbontásos trükköcskékkel. Jut eszembe, fönn van az a videó is. Úgyhogy valaki Steam Deck-kel akar Starfield-ezni, egyébként tegye nyugodtan, mert szerintem tök jó. Akkor megláthatja, hogy megírja föltenni ezeket a modokat. Szerintem nem rossz egyébként. Egy picit lehet vele nyerni mindenféleképpen. Ez egy nő. És tényleg. Szia, Mirza. Tudom, hölgyem, a fejedben. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more. No. Jó. Maradjunk a tárgynál, mert... I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the great serpent. He does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him. And he will not be found once. És még egyszer levágja. Four times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these four battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy and delivers the killing blow. That is all. I have heard no such thing. If it exists, it is a shadow that the great serpent casts to deceive the faithless. Kedves hölgyem, a nagy kígyó ott van a fejedben, az biztos. Then we are done. Leave me. Akkor a maradékot megbeszéld a nagy kígyóddal. Nagy kígyó. Jó, mindegy. Van, akik azt hiszik, hogy a tehenek az istenek és zúfókoztak minket ide. Az se rosszabb, mint a nagy kígyó. Akkor vissza a kereskedelmibe. Beszélünk Aquilus őrzővel, hát ha mond nekünk valami okosat. Üdeváltozás lenne. Maradjunk annyiban. Szállunk, mint a madár. Outland. Szép Jameson, egyébként egyetlen egy dolog az, amit baromira hiányolok, viszont nagyon sok más helyen egyébként tök jól eltalálták. A felhők! Itt egy gyönyörű szép kék ég, és egy falat felhő nincsen, mint hogy az egész bőg egy nyomorult sivatag lenne, és ez a növényzet, bármennyi is mesterségesen fenntartott, azért nem ez tükrözi, de az se, ami ott a szigeten van. Nem a szigeten, amit a másik oldalon van. Sanctum Universum, oh yeah! Mi van itt? Legalább egy jó kis ilyen kis szónoklós helye van neki. Na nézzük, ez mi ez?
Jó, köszönjük. Én ezt nem akartam ellopni, én ezt köszönöm, nem akartam ellopni, én meg vagyok enélkül is, köszönöm, nagyon jól. Na nézzük. Ja nem, ez bocsánat. Jó. A címe a gravitációs ugrások között. Ez az. Akkor ezt most jól letenném. Még pedig oda. És ez olyan, mint a macska ez a könyv, hogy az élére esik. Na mindegy, beszéljünk inkább Aquilus őrzővel. Akkor is kimondom a nevét. Jó, na szia Aquilus őrző. Igen, ez az. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? If there really is a location the pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. What else did you learn? Szóval egy kettő. Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. Csak melyik rendszerben, ugye? Végtelen kiegészítése. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Hogyne? Hogyne? We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. In dumb. Ez egy csillagrendszer. The second planet in Indum. At 4 and 120. That's where you'll find the pilgrim's resting place. Menjünk az Indumban. Maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken from many different perspectives in our universe. Akkor vigyük ezt a filozófiát. Egyre most ezt viszem csak egészségetekre. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? Ah, but what makes something like that happen? Gravity is also a force that brings things together. Should that be sanctified? De miért is ne? We believe God is out there waiting for us in the universe, and that the grav jump will bring us closer. Viszont ha nem Gravjumpnak hallott, ha nem Gravjumpnak nevezzük volna, hanem másnak, akkor az egész beszélgetés hülyeség lett volna. Csoda! Hát, mi mást? És most mindjárt odaérünk akkor, hogy ugye a full ateistából eljutunk a sima egyisten hitet monoteizmushoz. Oh yeah. Találtuk meg az igazságot. Mindjárt mutatok egy kis antigravitáció superpower, mit szólsz. Vegyük a ajtót. Figyelj, ezt figyeld. Na mit szólsz? Na tessék, ezt nézzed, tessék. Gravitáció, csoda, tessék. De ne fapofával, nézd meg, hogy repül fölfelé összes cuccot. Na, hogy tetszett? Na jó, ne üljünk vissza a szupererőinkkel. Na, menjünk. És akkor menjünk el az Indum rendszerbe. Nem fog visszavonatozni sehova sem. Hanem
irány a csillagtérkép. És nézzük meg, hogy hol a mágban van az Indum. Ilyen közel. Indum 2. Az Indumba megyünk. Basszus. Jó. Ez a mentés bizony. Muhahaha. Esélyetek nincsen. Meg fogtok dögleni, vagy én? Upsza, bocsánat. Ez egy réven. Na, bárkinek egyéb kérdése van még? És igen, ez a mentis volt. Zorro. Na, ez itt. Kredit, alumínium molekuláris szita. Van-e még itt bármi izgalmas? Mondjuk, amit ott a másik hajó kirobott magából? Nézzük, mit hajt itt az Oscorabeus nekünk. Oh. Kredit és hajó alkatrészek. Köszönjük szépen a hozzájárulást. Nyissuk meg a térképet, és azt mondjuk, hogy talán ő lesz az. Landoljunk. Nézzük meg, hogy Zarándok itt van-e, vagy nem. Reméljük. Hátha. Azért itt kéne procedurálisan generált világoknak a problémája, mert azért ez nem szép, bocsánat, hogyha felülről nézzük. Ugyanezek a textúrák ismétlődnek. De ez a villám az szexi volt. Na menjünk. Van itt egy urán. Ezt leszkenéljük gyorsan. És urán van. És hogy nem, itt is van valami ember által épített dolog. Hipotermia nyert. Köszi. Hú, hát azért ez még így is recsegropog ez a fordítás itt ott. De nem baj, már sokkal-sokkal könnyebb szerintem annak, akinek tényleg kell. Nekem meg a streamém, magyarul streamelnek, ezért segít. Na nézzük, ez micsoda? Toxin. Trauma csomag. Jó lesz ez? Méreg? Idegen férgek, ez nagyon jó lesz. Garantál, de biztonságos, igen, igen. Tele van fehérjével. Na nézzük, hogy itt a... Amúgy jó helyen vagyok-e? Hát, ha van itt valami ember, aki még nem akar megölni. Hú, de világos van itt. Orvosi készlet. Kreditek. Reosztáció, monopropel. Jó, biztos. Max eladjuk. Még kredit. Kenőanyag, hadd jöjjön. Jó, menjünk be. Hello! Somebody here? Bejutunk ide valahogy. Tehát, hogy itt volt a zarándok, jó. Mi az a Zuniti? Oh, bassz. Nézzük. Hát én magam, ki más? A
Tartós elégedettség. Hát nyilván a legkisebb bullshit-et kell elfogadni. Ezek a nagy guruk egyértelműen nem tudnak beszélni. Könyv. Na nézzük, nem tudom, mi a helyes válasz. Erre vágyik az ember. Mindentől ez idő más, nem ez. A Hila 2-n a sziget rejti a skorpiót, a skorpió fullánkja elrejti az igazságot. Ó, de szíveim, hogy ezt... Hogy miért csak az arra értelmes, érdemesek kaphatják meg a válaszokat, sose értem. Amikor ugye olyan hitről beszélünk, ami az egész emberiségért van, ugye mi arról szól, hogy ugye mindenkinek jobb legyen. Na mindegy, nem én írtam, ő írta. De. Annyira jó arc egyébként ez a Pilgrim. Itt hagy nekünk egy pár száz kreditet, csak úgy random. Ha úgy jön ki a lépését, még visszajövünk, de most jelenleg nekem az Indum rendszert, nem az Indum, hanem a Hila rendszert látogatjuk meg. Azt hiszem az a következő célunk. Holy moly! Na nézzük, akkor elszemünk a Lunarára. Csak éljük túl. Mert hogy ugye itt szokott lenni az, hogy hirtelen kb. 52 ezer kalóz, de nem. Vestera. Milyen küldi? Ott a Hyla. Hát jó helyen vagyunk. Holy scheisse. És mi lenne, ha mondjuk nem a gravitáció, nem az aszteroidemező felé fordulva kezdeném meg a gravitációs ugrást? Ja igen. Nincs powerem hozzá. Oh boy. Menjünk. Grav jump. Azért a Mantis ez egy, nem egy olyan csúnya hajó. Még így ráraktam egy ilyen ocsort Iron Da cargo konténert. Pitty-pitty, kipitty-pitty. Oh! Motherfucker! Azért ez így nem vicces. Jó, kicsit messzire megyünk akkor most, vagy messzebbre. Na jó. Akkor tartok itt most egy reload-ja mindjárt. Erre gondoltam. Szóval nem voltam felkészülve erre. Yes, köszönöm szépen. Hát, el tudunk innen ugrani. Oké, a pajzs kitart, és sziasztok! Hát nem muszáj mindig harcolni, ha egyébként nagyon nem muszáj. Jesus. Crimson Fleet, Copernicus Minor, és itt nincs ellenség. Hála jó Istennek!
Akkor ahogy eddig is, mondjuk nézzünk kifelé az asztali mezőből, és ugorhatunk. Ez az előző belátogatás a Crimson Fleet-be azért kemény volt. Picikét itt többen voltak, mint amennyire úgy fel voltam készülve. Na. És nézzük meg akkor a Hilát. Mutasd csak. Ja, bocsánat, hülye. Ugorunk ide, aztán majd magán a rendszeren belül meglátjuk, hogy merre hány méter. Jó. Mondjad. Szerintem legyünk jó fejek. Azt ne erőjük el, hogy honnan szereztük őket viszont, mert... Jó, most már viszont mennék. Jó, legalább nem a nap felé nézünk. Jó, de azt mondja, hogy Hyla 2-re kell mennünk. És nézzük. Pont ide, ó, ide szívem. Na. Na, ez már sokkal szebb. De nyilván így a sztori helyszín, tehát hogy itt azért nem mindegy. Hát adtak a textúrákra. Viszont ha már kiszálltunk, megpróbálom meggyógyítani a hipotermiámat, mert az nem egy nagyon kafa állapot. Első segély, és végre javították ezt. Injektor. Inje. Hipotermia meggyógyítva, szuper, ezt nagyon köszönöm. És nézzük meg, hogy mi van itt. Vajon mik ezek az ősi romok, és vajon mi ez a szentély, ami itt lesz nekünk? Kicsikét kapcsolat feelingem van. Amint, hogy a Jodie Foster féle kapcsolatra gondolok. Nem, és most pedig konkrétan Skyrim érzésem van. Mint amikor egy új szót megtanulunk a Skyrimban. Hello. Szerintem be kell érinteni egyébként majd oda, aztán annyi. And now what? Szia, nagy sáska jellegű állat. Hát akkor elvileg ez mutat nekünk egy új helyet, ahova menni kell. Igen.
Now wait. Oda menjünk, azt odaugrunk. Jó. Oborum Prime. Szkenneljünk egy új zűt. Nem itt. Hanem mintha az inkább ott lenne. Az oboron 3 céna. Most... Hol? Merre? Nem is lehet leszállni? Hát akkor meg, elvtársak? Katonai őrhely, jó. Jó, nézzük. Már megint? Na hát itt a Hunter. Nagyon boldog vagyok. Szia, Hunter. Megint csatázunk? Sokkal jobb, kifagyunk. Kifagytunk, nem viccelek, tényleg kifagytunk. Már egy show tartó, hogy már... Ő már ezt nem akarja tovább. Én várnék a program válaszára, de hát most nekem kéne válaszolni neki. Oh boy! A Starfield nem válaszol. Nem bizony. Nem. Na de most. Jó. Látjátok a fotózenzitás. Az a fotózenzitás, a fotoszenzitivitás akart igazából lenni. Idegen szó a fényérzékenység. But whatever. Hála kettő. Oh. Jó kis ruci. Az kis minta, kicsike kis. Bőrboleró. Ja, igen, és akkor vissza hajóra megtem még a glyphet. Szkenneljük az élőlényeket. Szkenneltelek, szia! Őt is szkenneltük. Pár sáskát leszkennelünk on the way, ha már úgyis itt vagyunk. Szia sáska! Szia sáska! Szia sáska! Szia sáska! Szia sáska! Szia sáska! Na, akkor vigyük el ide az első csillagképhez ezt a glyphet. Ja, ez a Scorpio fullánkja. Scorpio csillagkép alsó részéhez. Jó, rendben. Megnézzük, hogy ez valójában tényleg az-e. Ó, és az Indum 2-t meghagytuk. Oh, nem baj, mert visszamegyünk, nem érdekes.
a Scorpius csillagkép utolsó csillagához. Felülem, aztán menjünk. Oborum Prime, elugrunk. Reméljük, hogy nem lesz ott megint kalóz. Lehet vadász. Lehet bizony vadász. Sőt. Nem lehet gyors menteni. Oh. Ez az. Nem akarok lelőni most miért. Ettől függetlenül így nem tudok váltani. Aztán meg is akar ölni, nem? Itt a küldött. Tök jó. Okay. Azért egy picit érdeklődjünk, jó, mert... amit ugyanúgy tőled kéne elhinnem, akiben nem bízom. Azért picit inog ez az érvelés, mert bocsánatot kívánok. Na jó, menjünk. Minden kinyílt elég szemben, barátom. Azért ez nem így van. Ez már egy Scorpius. Dokk. Wow. Tök örülöm ezeket a dokkoló képeket egyébként. Teljesen jó. Hát. Egy életem, egy halálom, max újra töltöm. Menjünk. Menjünk át a Starbornokhoz. Wow, micsoda dizájn, mint egy nagy konyhasziget lenne két oldalt. Barátom, nem is kell rám nézzél. Szóltak, mint nem lehet illetni a sisakodból. Az emberek is ilyenek, csak mondom egyébként, de nem baj. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. Mondja, ez még inkább 5-ször támadtak meg egyébként a templomoknál, de ez más kérdés. I say whoever can collect them should. Nézzük ezt. Uh-huh. Igen.
The unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. Újra születtek. Ez te legjobb cucc. Wow. I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who stayed at the lodge to protect the artifacts. You died on board the Eye while we held off the hunter. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe. The doorway to an infinite number of others. That is the unity. When I stepped into it, I became a starborn. It's how I've entered other worlds, including yours. Tiszta vizet. De itt van Berettünk, aki egy állítása szerint egy párhuzamos univerzumban, minden erekét összegyűjtve, az univerzum középpontjába össze-vissza tudod sétálgatni. Aztán idejött az enyémbe, hogy megakadályozza azt, hogy én összegyűjtjem az erekéket. Doesn't make sense. Biztos az enyében. Ez a probléma bizony. Ja. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. Kell mutasd meg te is az arcodat, szerintem. I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won. Jó, azt tudom, hogy azért nyertem, mert nagyon király vagyok. Nyilván, világos. Akkor miért vagy itt, és miért nyomtalak le? Ez az Aquilis. Easy for a person who's seen everything, done everything. I think you should see it for yourself. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. De innentől nem tetszik igazából a történet. Hát igazából én kimaradnék ebből a buliból. Én majd megadom az artefaktokat. Bullshit. Yes, let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. Itt a fordítás nem az igazi, mert azt mondja, hogy az egyikünk nem akarja magát, nem akar, hogy feladja magát. Na jó, beszéljünk igazából a küldöttel. De jó. Szerintem az lesz az NG plusz egyébként, a New Game plusz. Not an easy experience to describe, but
the Unity will speak to you. Offer you the chance to become Starborn. Ezt mondtad az előbb is. Ki voltam én? Jó, oké. You've seen the terror the Hunter causes. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy. És akkor te mit akarsz? Ez is jól tudni. Ugye ez a karzat, ez az armillár is. Mi lesz a többi emberrel? Mondjuk azért érdekelne még ez is. The Unity is meant for whomever can get there. Don't fall for that. Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. There are no rules. I don't kill for the Unity. I've simply found artifact miért? Talking, forming alliances. I'll admit, you getting away has been the most interesting thing to happen in quite some. As soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait. They will see what would happen, of course. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Hundreds and hundreds of variations of me. Packing through Constellation. And it's almost never you. I took it as a sign. They enter the Unity. Miért képmutató? Hát egyébként ez igaz. But I would never tell anyone what the emissary wants to become the judge of who gets to it. Mert hogy te aztán nem mi? No. End up having this meeting at this time, but it's the usual affair. Can we make peace? No. Oh, how tragic. Honestly, I was beginning to wonder why I kept attending. That it's bad, but you have provided something quite new to talk about. Meet. Maybe you're a random die roll. Szerintem menjünk. Egyik ötös se tud sok értelmes dolgot mondani. Ó, köszi. Igen. Csillagvilág. Oh my boy. A Constellation az együttállás. Na jó. Let's go-jünk innen elfele. Ezek összehordtak itt mindenféle, de nem igaz, hogy a Holdra kell menni, ahol egyébként már voltunk, sőt, tovább menjük, onnan meg egy hajót is sikerült beszerezni. Az elsőt, a Daggert. Mondjuk tényleg nem jó másra, csak arra, hogy eladjuk, de hát... Celebi, ilyen az élet. Egyszerűsítsük, most lesz gyorsan. Tehát irány vissza a locsba. Most sem baj nincsen.
Nézzük meg, mi vár ott minket. Felhők sehol, de legalább szép fényefektek vannak. És amúgy rég voltunk a páholyba, hozzá kell tegyem. Szia, Vászkó! Szia! Velem jött négy csávókám, mert egy szemmel összekaptunk. Hey! Kitől? Miért? Berettől. Jó. Ó, nem kell sietni. Thank you. I'll have everything set up in a few days. Na, de most Vladdal akarok beszélni igazából. Szia, Vlad! About your pilgrim's voyage. You found it, didn't you? The meat? Wait. Oh, yes. Say that again. You can't possibly mean what I think you mean. Let's take a step back. This is everything we've been building towards. And the implications are a lot to take in. Could you explain the part about multiple universes one more time for everyone? Yes, I wouldn't mind a little more detail. De csak azért, hogy az Oxford angolodat végighallgathassam még egyszer. And that's why the Starborn want the artifacts so desperately. They're the keys to unlocking the infinite. I don't even want to. Ahol ők már voltak, és én ezért nem értem. You'd need to travel between universes. Plus what it would do to the mind? Enlightenment? You have the opportunity to reach the closest thing to your god that might exist. And you're second guessing it? One doesn't approach the afterlife without some trepidation. You're right. It's a küldetésünk. We have to see the constellation. I know this has been a lot for everyone to take in. But we finally have answers. Let's make the best of them. Not to make a sharp turn in a grand tale. Ez egy tök jogos felvetés. Bruised, but still blinking. Let me know if you're ready to follow up on what it's seen. Jó, az meg volt. Szia, Vlad. These last glimpses from the eye are from the farthest fringes of known space. Could be the only remaining pieces outside the hands of the Starborn. Catch a smile out there. Igen. Jó, én közben egy szintet azért léptem. Vaszkó. Mi van? I will go wherever I am needed. És én viszem Andrézsát is. Mert hogy Andrézsa egyébként, mint látjátok, részleges ugarak, energiafegyverrendszerek, ő azért úgy jó. Vaszkó úgy szintén erre való. Sara is nagyon jó. Sam is jó, de belőle összekapom, véletlenül Neonál ott lelőttem, vettem valakit, de úgy, amiként tényleg véletlen zapoljon az egészbe. Kicsit ez a jobbra vasz, ez egy picit érzékenyebb volt, mint úgy gondoltam volna. Van ez így. Jól van. Hát azt hiszem, hogy akkor a következő feladat az adott. Egy olyan hajót kell szerezni, ami 21 fényévet tud ugrani, vagy a jelenlegi hajót addig föltonom, hogy 21 fényévet tudjon ugrani. Úgyhogy én ezt a mai kanadás ezzel be is zárnám. Úgyhogy találkozunk legközelebb szerdán, amikor hát lehet, hogy már lesz egy ilyen hajom, lehet, hogy még dolgozni fogunk azért, hogy legyen, de lényeg az, hogy akkor is folytatjuk a kanadozási csillagok között a Starfield-el, úgyhogy addig is leci, ha nem tettétek, kövessetek Twitch-en, illetve YouTube-on, ha remélhetően nem sokára fel lesz ez a videó is, meg a többiek eddigiek, illetve a többi eddigi videó is, és addig meg amúgy meg pihenjetek jót, jó éjszakát, jó pihenést, és sok FPS kívánok mindenkinek. Sziasztok!